Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp április 14-én és április 15-én. Én összefoglalom a két napot, hiszen az energia az nagyon hasonló. Ha szeretnéd tudni azt, hogy melyik csillagjegyben születtél, az indiai asztrológia szerint a videó alatt ott van egy tabella, és akkor utána nézhetsz. A mai napon a hold az a szűz jegyében van, az indiai számítás szerint. Az megadja a lehetőséget most arra, hogy megvizsgáljunk valamit, átnézzük a dolgokat, rendezzünk valamit, és ennek a mai hold mozgásnak van egy gyógyító hatása. És most kezdeném a kos jegyével. A nap elbúcsúzott a halak jegyétől, és a mai naptól kezdve a kos jegyében van, és utal egy új havi témára. Itt lehet egy új kezdet, itt vannak változások, mozgás, előre mennek az események. Itt a kos jegyében van Merkur bolygó, közeledik Uránusz bolygóhoz, ami lehet hamarosan egy meglepetés, vagy az is előfordulhat, hogy beszélgetések által lesznek változások. Tehát itt van Uránusz bolygó szintén a kos jegyében, és itt mozog most Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, és nálunk kos jegyben születetteknél vannak most kármikus témák. Ráhu itt marad több mint másfél évig a kos jegyében. Utal egy új irányra, egy új életterületre, változásokra. Mars bolygó és Vénusz bolygó az a vízöntő jegyében van, és mivel a kos jegye a tűz eleme, és a vízöntő jegye a levegő eleme, a tűz és a levegő az barátságban áll egymással, tehát Mars és Vénusz bolygó jó hatással van ránk, ami könnyűséget, szerencsét jelent a párkapcsolatot illetően. Jupiter bolygó ott van a közelben, a szomszédban, a halak jegyében, ez lehet szerencse, vagy lehetőségek, vagy azt is jelentheti, hogy egy bírósági ügynél végre előre mennek a dolgok. A bika jegye. A bika jegyében most nincs mozgás. Viszont Mars bolygó energiát küld kívülről a bika jegyébe. És ez jelentheti azt, hogy valami vagy valaki erőt ad számodra, vagy egy férfi közeledik hozzád. Ami a kommunikációt illeti, és a változásokat, az energia a kos jegyéből, tehát a szomszédból jön, és ez jó hatással van a bika jegyére. Jupiter bolygó a halak jegyéből szintén jó energiát jelent a bika jegyének, hiszen a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és a bika jegye a föld eleméhez tartozik, és a víz és a föld barátságban állnak egymással. Ez lehet szerencse, vagy egy bírósági ügynél rendeződnek a dolgok. A mai hold energia szintén jó hatással van a bika jegyére, hiszen a hold a szűz jegyében, a föld elemében van, és a bika jegye szintén a föld eleméhez tartozik. Ami viszont a párkapcsolatot illeti, Mars bolygó és Vénusz bolygó a vízöntő jegyéből nincs nagyon jó hatással a bika jegyére, és itt lehetnek kellemetlenségek, vagy kell a türelem, amíg Mars és Vénusz áttér majd a halak jegyébe. És az ikrek jegye. Az ikrek jegyénél jelenleg nincs mozgás, nincs külső behatás.
Merkur bolygó jó hatással van az ikrek jegyére, tehát itt lehet egy előnyös szerződés, vagy egy jó kapcsolat, egy jó hír. Mars bolygó és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében van a levegő elemében, és az ikrek jegye szintén a levegő eleméhez tartozik, tehát itt szerencse van a szerelmi élet területén. A rák jegye. A rák jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont Jupiter bolygó energiát küld a rák jegyébe, és ez lehet szerencse, lehetőségek, vagy egy bírósági ügynél rendeződik valami. Szaturnusz bolygó szintén energiát küld a rák jegyébe, ez segít abban, hogy kialakuljon valami, hogy rendeződjenek a dolgok. A mai hold mozgás szintén előnyös a rák jegyének, hiszen a hold az a szűz jegyében mozog most, a föld elemében, és a rák jegye a víz eleméhez tartozik, és a föld eleme és a víz eleme barátságban vannak egymással. Ami kellemetlen lehet, egy rossz hír, vagy viták, veszekedések. A következő jegy az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyében nincs jelenleg bolygó, viszont van külső behatás, hiszen Mars bolygó és Vénusz bolygó energiát küld az oroszlán jegyébe, és itt párkapcsolatról van szó. Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmet, de jelenti a nőies energiát, Mars bolygó pedig a férfias energiát, és Mars és Vénusz szemben van az oroszlán jegyével, a vízöntő jegyében, és itt tükröződik valami. Mivel a hold a szomszédos jegyben van, a szűz jegyében, ez jó hatással van az oroszlán jegyére. Itt lehet most valamit rendezni, vagy megvan a gyógyító erő. Egy jó hír várható, hiszen Merkur bolygó, az a kos jegyében van a tűz elemében, és az oroszlán jegye szintén a tűz eleméhez tartozik. Itt megvan a harmónia, ez lehet egy új kezdet is. Ahol még bizonytalanságok vannak, az egy jogi ügy, egy bírósági terület, tehát itt nehéz most valamit rendezni, kell egy kis türelem, vagy az is lehet, hogy a dolgok jelenleg nem mennek előre. A szűz jegye. A szűz jegyében van a hold, kihat az érzelmekre, és itt nagyon érezhető a szűz jegyénél, hiszen megvannak a mély érzelmek. Mars bolygó küld energiát kívülről a szűz jegyébe, az jelentheti azt, hogy valami vagy valaki erőt ad számodra, vagy egy férfi közeledik hozzád. Jupiter bolygó szintén energiát küld a szűz jegyébe, ez lehet szerencse, lehetnek lehetőségek, vagy egy bírósági ügy, ahol most előre mennek a dolgok, oda kell erre figyelni, hiszen most megvan arra a lehetőség ezeket rendezni. Ami a kommunikációt illeti, vannak még nézeteltérések, bizonytalanságok, ugyanúgy, mint ahogy a szerelem területén is vannak félelmek, bizonytalanságok. A mérleg jegye. A mérleg jegyében mozog Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó, és itt marad több mint másfél évig. Utal az érzelmekre, a múltra, kármikus témákra. Itt lesznek kármikus kapcsolatok vagy emlékek. A nap energiát küld kívülről a mérleg jegyébe, tehát oda kell valamire figyelni, ami most nagyon fontos. Ez lehet egy beszélgetés is, hiszen Merkur bolygó szintén energiát küld a mérleg jegyébe, itt tükröződik valami.
Tehát nem csak várni kell arra, hogy mások jelentkezzenek, hanem keresd a kapcsolatot másokkal. Itt kell az egyensúly. Szaturnusz bolygó szintén energiát küld a mérleg jegyébe, itt most valami kialakul, és kihat a sors utadra. Ami a párkapcsolatot illeti, Mars bolygó és Vénusz bolygó energiája jó hatással van a mérleg jegyére, hiszen a mérleg jegye az a levegő eleméhez tartozik, és Mars bolygó, Vénusz bolygó a vízöntő jegyében szintén a levegő eleméhez tartozik, tehát itt megvan a harmónia. A Szkorpión jegye. A Szkorpión jegyénél most nincs mozgás, viszont van külső behatás. Jupiter bolygó energiát küld a Szkorpión jegyébe. Itt van szerencse, lehetőségek, az is lehet, hogy van egy bírósági ügy, ahol lesz egy nyeremény. Jupiter bolygó a halak jegyében van a víz elemében, ahol jól érzi magát, hiszen uralkodik a halak jegye felett, és mivel a halak jegye a víz eleméhez tartozik, a Szkorpión jegye szintén a víz eleméhez tartozik, itt megvan az egyhang, a harmónia. Viszont ami a szerelmi életet illeti, Mars, Vénusz a vízöntő jegyéből nincs jó hatással a Szkorpión jegyére. Merkur bolygó, az a Kos jegyében mozog, és itt bizonytalan valami, vannak bizonytalanságok, így hat ki a Szkorpión jegyére, különösen amikor szerződésekről van szó, vagy beszélgetésekről. A Nyilas jegye. A Nyilas jegyében jelenleg nincs mozgás, nincs külső behatás. A Hold nincs jó kapcsolatban most a Nyilas jegyével, hiszen a Hold az a Szűz jegyében van, a Nyilas jegye pedig a Tűz eleméhez tartozik. Itt vannak még bizonytalanságok vagy félelmek, hiszen a Hold kihat az érzelmekre, és valami nyugtalanítja most a Nyilas jegyét. A Szomszédban van Szaturnusz bolygó, segít abban, hogy valami rendeződjön, kialakuljon, de jobb lenne addig várni, amíg a Hold elhagyja a Szűz jegyét, és áttér a mérleg jegyébe, az pedig 16-án lesz. És 16-a az egy teli hold, tehát teli hold napján vagy az után egy jobb energiát küld a hold a Nyilas jegyébe. Ahol szerencse van, az a szerelmi élet és a kommunikáció, hiszen Mars és Vénusz az a vízöntő jegyében, a levegő elemében van, a Nyilas az a Tűz eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia. Azon kívül Merkur bolygó, az a Kos jegyében, szintén a Tűz elemében van, és itt ez jó hatás a Nyilas jegyére. Ami kicsit kellemetlen lehet, az a Jupiter bolygó energiája, hiszen itt ezt úgy élik át a Nyilas jegyében születettek, hogy egy bírósági ügynél igazságtalanságok vannak, vagy nem mennek előre a dolgok, vagy valamit átélsz az életedben, amit úgy gondolsz, hogy igazságtalanság ért téged. A Bak jegye. A Bak jegyében van Plutó bolygó, és az adja a belső erőt, vagy azt is jelentheti, hogy le kell zárni valamit, és itt mozog Szaturnusz bolygó, kihat a sors útra, itt lesznek sorsdöntő változások. Mars és Vénusz bolygó ott van a közelben, hiszen a vízöntő jegye egy szomszédos jegy, és adja a lehetőségeket, a szerencsét, a levegő elemét, ezt a könnyűséget, és így hat ki a Bak jegyére, ami a párkapcsolatot illeti.
Jupiter bolygójú hatással van a bak jegyére, a mai hold mozgás szintén jó hatással van a bak jegyére, hiszen a bak jegye az a föld eleméhez tartozik, és a hold az a szűz jegyében van szintén a föld elemében. Ez nagyon megnyugtató érzés a bak jegyében születetteknél. Ahol nézeteltérések, viták, veszekedések vannak, az a Merkur energiája a kos jegyéből. A vízöntő jegye. A vízöntő jegyében van Mars bolygó, Vénusz bolygó, és az kihat a szerelemre. Itt van Neptun bolygó, az utal az álmokra, a vágyakra, reményekre. Ez az intuíció, az inspiráció. Itt van egy ilyen kreatív tevékenység is. Jupiter bolygó ott van a szomszéd jegyben, és az adja a lehetőségeket, a szerencsét. Szaturnusz bolygó szintén a szomszéd jegyben, és az segít abban, hogy itt kialakuljon valami. Merkur bolygó jó hatással van a vízöntő jegyére. Itt lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. A halak jegye. A halak jegyében van Jupiter bolygó, és Jupiter bolygó itt jól érzi magát, hiszen uralkodik a halak jegye felett. Itt vannak lehetőségek, lesz szerencse, itt van külső hatás, mégpedig Szaturnusz bolygó küld energiát a halak jegyébe, és segít abban, hogy valami itt rendeződjön, hogy tisztázd a dolgokat, kialakuljon valami. Persze néha utal korlátozásokra is. Vénusz bolygó és Mars bolygó ott van a szomszédos jegyben, a vízöntő jegyében, ez jó hatással van a halak jegyére, itt megvan a könnyűség, különösen, ami a párkapcsolatot illeti. Merkur bolygó a szimbolizálja a kommunikációt, szintén ott van a közelben, a szomszédos jegyben, a kos jegyében, ez lehet egy jó hír, vagy itt vannak újdonságok, valami, ami lelkesít téged. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!